Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem vízbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Jó estét kívánok, áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Szopkó Rita vagyok, a Karcagi Római Katolikus Egyháztanács tagja, a mai est műsor közlője. Egyházközségünk nevében szeretettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor kormánybiztos urat, országgyűlési képviselőt, korábbi földművelésügyi minisztert és kedves feleségét, Szepesi Tibor polgármester urat, a Karcagi Református Egyházközség tagjait, önkormányzati képviselőket, városunk vezetőit, elöljáróit, minden kedves megjelentet. 2020 azt hiszem sokunk emlékezetében úgy marad majd meg, mint az év, amelyben sok minden történt és sok minden nem történt meg. Elhalasztott sportesemények, bezárt iskolák, online közvetített szentmisék. Az elmúlt időszakban a híradások hirtelen nem csak bemutató, tájékoztató jellegűek, hanem rólunk szólnak. Ám míg a média néha tévesen azt kommunikálja, idén elmaradnak az ünnepek, mi, akik keresztény, ünnepelni tudó és ünnepelni akaró közösségben élünk, tudjuk jól, hogy az ünnep soha, semmilyen körülmények között nem marad el. Talán az ember elsiklik mellette, vagy felkészületlenül áll előtte, de az ünnep nem kér halasztást. Jobb hát, ha készen várjuk azt, ahogyan a bevezetőmben idézett Antoine de Saint-Exupéry, a kisherceg írója is nyomatékosítja. Valóban, ez a karácsony világviszonylatban nem úgy telik, mint az elmúlt években megszokottak, de ez nem jelenti azt, hogy az idei karácsony kevesebb. Annak értékéből és jelentőségéből világi dolgok nem tudnak elvenni. A Szent Család idén is szállást keres, a megváltó erre a világra is meg akar születni. Ünnepi műsorunkat megkezdve énekeljük el együtt a Harmatozzatok égi magasok című adventi éneket. Kérem dr. Fazekas Sándor kormánybiztos urat ünnepi gondolatainak megosztására, majd azt követően a negyedik adventi gyertya meggyújtására. A láng fellobbanását Gregorián érek kíséri majd. Tisztelt ünneplő gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt Zsolt atya, kedves polgármester úr, kedves jelenlévők. Más ez az advent, mint amilyennek megszoktuk, mint amilyennek szeretjük, hiszen egy olyan nehéz időszakban vagyunk, amelyre nem túlzás azt mondani,
hosszú évtizedek óta nem volt példa a magyarság történetében. Mégis az advent, a karácsony az egy olyan életérzéssel ajándékoz meg bennünket, keresztény embereket, amely túlmutat a mindennapokon, az ilyen szorító helyzeteken is. Készülünk Jézus Krisztus születésnapjára, a karácsonyra, a kereszténység legnagyobb ünnepére, összegyűjtjük gondolatainkat, és ilyenkor általában a családok is összejöttek. És bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Most viszont úgy kell egymásra vigyáznunk, úgy kell megőriznünk a kötelékeket, amelyek összetartanak bennünket, hogy lehetőleg minél kisebb körökben legyünk együtt. Ma már van telefon, van internet, vannak kocsik, amelyekkel oda tudunk menni egymáshoz, a kerítésen keresztül tudunk beszélgetni, jó kívánságokat mondani, ez talán enyhíti ennek az elzártságnak a nehéz pillanatait majd, ami karácsonykor érezhető lesz. Lélekben felkészülünk rá, és gondolunk arra a jövendőre, amikor már nem kell ilyen akadályokkal majd szembesülnünk. Vigyázzunk egymásra. Vigyázzunk egymás egészségére, őrizzük meg keresztény hitünket, és imádkozzunk. Ezen gondolatok jegyében gyűjtöm meg a negyedik gyertyát. Köszönjük szépen dr. Fazekas Sándor úr szívmelengető szavait. Immár mind a négy adventi gyertya fényében hallgathatjuk meg Móra Ferenc Nekopogy Kovács című meséjét Kis György Zétény, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulója előadásában. Kérem, fogadják szeretettel. Móra Ferenc Nekopogy Kovács. Hiába kotorászok a mesetarisznyám fenekén, ma nem találok benne vidám bohóságot. Elfogyott a tarka mese, kihullottak a mosolygó históriák. Egyre csak a Nekopogy Kovács története jár az eszemben, úgy, ahogy tőle magától hallottam néhány esztendővel ezelőtt. Balogh Demeter lett volna a becsületes neve, de az egész falu Aranykovácsnak hívta a régió világban. Azért hívták így, mert aranyat ért a mestersége. Egész nap búgott a fújtató, szállt a szikra, csattogott a pöröly a Kovács műhelyben. Üllője előtt soha üres kézzel nem dologtalankodott a Kovács, hanem akárhányszor éjszakával toldotta meg a nappalt, ha sok volt a munka. Ennek örült ő nagyon, mert így gyarapodott a gazdaság. Volt már háza, földje, szőleje, s rakással az ezüst forint a láda fiában. Könnyű neki, mondogatták az emberek, mert akinek olyan derék, szorgalmas felesége van, annak játék az élet. Gondot felez, örömet kétszer az a jó asszony a háznál.
Hát még a kislánya, az aranyhajú Piroska. Angyalt nem lehetne annál szebbet festeni az oltárra. Csak szereti a jó Isten ezt az aranykovácsot. De meg is érdemelte Balogh Demeter, hogy jól menjen a sora. Szorgalmának maga látta hasznát, emberség tudásáért mindenki szerette, jó szívét áldották a falu szegényei. Szelítségre, jókedvre se volt neki párja. Egész nap oly vidámon fütyörészett, hogy még a nótás rigó is megdigyelhette volna. S most esténként letette a kormos bőrkötőt, és ölibe vette a kislányát, míg a felesége csendesen dúdolgatva vasalgatta a kis patyolat szoknyákat, baba főkötőt, boldogan sóhajtott föl az aranykovács. Nincs ti nálatok nagyobb kincs a kerek ég alatt. De nem sokáig tartott Balogh Demeter boldogsága. Felesége meghalt. Kivitték a jó asszonyt a temető szomorú fűzfái alá, s magára maradt az aranykovács az aranyhajú Piroskával. Kicsi virágszálam, gügyögött neki elfojtott sírással. Mi lesz most már belőlünk? Ne félj, aputám, vigasztalta a csöpség. Főzött én tenetet levestét, de a bogyinak nem adunk belőle. Parányi kezével összeszedte a műhelyben a vasreszeléket, a törött patkó darabokat. Azokból főz ő az apukájának finom csipedett leveskét. Az apja pedig neki fordult arccal a falnak, hogy kisírja magát, de aztán megint az ülőhöz lépett, hogy érne ő rá a sírásra, mikor úgy várja a munka. És búgott a fújtató, szállt a szikra, csattogott a pöröly, de sose fütyörészett többet az aranykovács. Temetői szomorú fűzfák tövébe az ő jó kedvét is eltemették. Jajgató fájdalomnak legjobb altatója a munka. Most még ezerszer jobban szerette a kislányát, mint az előtt. Aranyhajú Piroska nőtt, növekedett, egyre szebb lett testben, lélekben. Kacagásától csengett a ház, mint madárszótól az erdő. Szemem fénye, aranyos pintyőkém, simogatta ragyogó haját az édesapja, mit szeretnél karácsonyra? Csengős nyulat, táncoló babát, égigérő karácsonyfát? Nincs nekem kívánságom se egyikre, se másikra. Azt szeretném, ha az én apuskám ne lenne mindig ilyen szomorú. Ha nevetnél, dalolnál te is, mint a többi emberek. De karácsonyra az édesapa még szomorúbb lett. Egyetlen piroskáját megfojtotta a torógyík. Kivitték az aranyhajú piroskát az édesanyja mellé, s a nagy üres házban egyes-egyedül maradt az aranykovács. Ahogy a temetés napján bezárta a műhelyt, ki se nyitotta többet. Semmivel a világon nem törődött többet. Emberek közé nem járt, a hozzámenőket nem eresztette be. Földjét, szőlejét fölverte a gaz, eszébe se jutott neki. Szerszámait a bezárt műhelyben belepte a rozsda, s a falubeliek egész elszoktak onnan. Nem hívták már aranykovácsnak, hanem nekopogi kovácsnak. Nem bánt ő semmit a világon. Telt múlt az idő, s ő egyre ott ült kis szobájában, s merően nézett maga elé. A tükör alatt volt fölakasztva a kislánya arcképe, oda-oda állt eléje, s elkezdett vele beszélgetni. Itt hagytál, nem szerettél, aranyos pintyünkén mi keresni való van nekem most már a világon? Az arckép csak nézett, nézett rá, mintha mondani akart volna valamit. Ugyan mit akarhat, mit? Tűnődött a nekopogi kovács, de sehogy se találta el. Egyszer aztán megértette. Csúnya, zimankós télelei időben szokás szerint üldögélt a szobában, mikor hirtelen rányították az ajtót. Egy drótos tót lépett be rajta, hátán batyúja, öliben nagykendőbe takargatva a kislánya. Szánalom volt őket nézni. Szellős nyári gúnyájában, rongyos bocskorában didergett a tót, s gémberedett kezecskéjét félénken nyújtogatta ki, kendője alól az szép kékszemű, lenhajú kislány. Jó napot kívánom, köszönt alázatosan a drótos. Edd meg, ha jó,
mordult rá haragosan a nekopogi kovács. Kérek valami munkácskat, drótyozni, nagy úram, ha csak ezt a rongyos életet össze nem foltozod, motyogta a kovács, s keserűen tekintett az arcképre. Aranyhajú piroska, mintha szemrehányóan csóválta volna meg fejecskéjét a képen. A kovács valamivel szelídebben szólt a drótoshoz. Mit jársz télvíz idején ezzel az ártatlan teremtéssel? Nagyba érte engemet, fakadt sírva a drótos. Meghalt az enyém feleség. Nekopogi kovács hirtelen befordult a kamrába, s kihozott egy nagy bundát. Jó ember, mondta a tótnak, munka én nálam nem akad, hanem vegye föl ezt a bundát. Ebben majd nem fázik. Míg a drótos hálálkodva öltözködött, nekopogi kovács megint a kamrába motozott. A rossz csizmák közt válogatott, de egyik lyukasabb volt, mint a másik. Aztán elmosolyogta magát, s kifordult a szobába, és lehúzta lábáról a csizmát. Oda tette a tót elé. Nézze csak, atyám fia, rebegte szégyenlősen. Ez a csizma nekem szűk, próbálja meg, hogy jó lenne magának. Szegény tót ember erővel kezet akart csókolni, ahogy belebújt a ruhába, s még az utcáról is egyre áldatta az Istennel a kovácsot. Ez meg odaállt az arckép elé, és nézte könnybe lábadt szemmel, ahogy az arckép elkezd mosolyogni, s hirtelen eszébe jutott valami a kovácsnak, utána szaladt a tótnak. Kerüljön csak vissza, barátom, elfelejtettem valamit. Mire visszajöttek, akkora kiszedte a kovács a ládájából az aranyhajú piroska féltve őrizgetett ruháit. A jó meleg gúnyácskát, a bélelt kis cipőket, a bodros szőrű sapkácskát. És úgy felöltöztette a kis tótlányt, hogy öröm volt nézni. Csupa gróf kisasszony lette a hanka, kaszagott a drótos, s mint a záporeső hullott a könnye, mikor elment. A gazda pedig nagy, nagy melegséget érzett a szíve körül, ahogy odaállt a kép elé. Jól tettem-e, aranyos pintyőkém? Édes jó apám, ragyogott a kép. Nekopogi kovács megint kinyitotta a műhely ajtót, és megint búgott a fúvó, szállt a szikra, csattogott a pöröly. Amit keresett a kovács, mind a szegények közt osztotta szét. Mikor meghalt békességben, derült lélekkel, az egész határ szegénye megsiratta. A karácsonyi ünnepkör egyik legjellezetesebb dallamával, az Ave Mariával folytatjuk. A Bach és Gounod nevével fémjelezett zenemű a két zenei tehetség időben 130 évet felülelő együttműködésének eredménye. A szerzemény ékes példája lehet annak, hogy habár akár időben, akár térben nem lehetünk együtt, Isten kegyelméből minden körülmények között születhetnek kiváló dolgok. A darabot zongorán előadja Reszegi Máté templomunk kántora, fuvolán kíséri Sípos Antal, egyházközségünk korábbi világi elnöke.
Szűzanyád dicsőítő dallamok után Juhász Gyula Karácsony felé című versét hallgathatjuk meg, ismét Kis György Zétény szavalatában. Juhász Gyula Karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. S valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Ismert karácsonyi énekeket énekelünk, sorban pedig a Pásztorok, Pásztorok címűt, majd a Mennyből az angyalt, és a Dicsőség mennyben az Istennek címűt. Jesus, mit mir, mit mir.
Ünnepi műsorunk együttlétünk zárásaként felkérem Gulyás Zsolt atyát, a Karcagi Római Katolikus Egyházközösséget, immár több mint 10 éve szolgáló plébános urat, érseki tanácsost, gondolataival irányítsa figyelmünket az ünnepelt felé. Tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester úr, önkormányzati képviselő, kedves megjelentek! Mint ahogyan a karácsony ünnepéhez hozzátartozik a mákos diós beigli, a mézes karács illata, a halétel, a fenyőfa illata, a karácsonyi fények, ugyanígy hozzátartozik az ünnephez az elcsendesedés, az Istenre figyelés, a karácsonyi énekek. Amikor a karácsony titkát igyekszünk megfejteni, szemlélni, és elvinni belőle azt, ami a mindennapi életünkhöz elengedhetetlen. Ebben az esztendőben sok mindent megtapasztalhattunk a világjárvány kapcsán. Mennyire esendőek vagyunk, hogy nem vagyunk mindentudóak és mindenhatóak, bár a technika időnként elhitette velünk, hogy mire képes az ember. És talán mindannyiunk számára nehéz volt megtapasztalni és nehéz megélni az elszigetelődést, az egyedüllétet, a kiszolgáltatottságot. Valaki így fogalmazott, aki a betegségből fölgyógyult, hogy más ember voltam a betegségem előtt, és más ember lettem, miután kikerültem belőle. És azt gondolom, hogy megtapasztaltuk azt, és talán meg is tanuljuk egy életre, hogy mennyire szükségünk van a másikra, hogy egyedül nehéz, szükségünk van közösségre, szükségünk van támogató kezekre, emberekre. A Móra Ferenc történetben is a Nekopogi Kovács arra hívja föl a figyelmünket, hogy az élet sok mindent elvehet tőlünk, elveheti tőlünk a legdrágábbakat, a legféltettebb kapcsolatainkat. És valóban, hogyan a történet szerint is, ez a Kovács megtapasztalta az életnek az értelmetlenségét. Hogyha nincsenek szerető társaink, akkor minden értelmét veszíti. De hogyan a Nekopogi Kovács is megtanulta, az életnek az az értelme, amikor másokért élünk, másoknak szolgálunk. Az ember élet Fiúisten, aki szegényi lett, erre akar bennünket megtanítani, hogy a másik szolgálatában, az odaadottságban nyerjük el életünknek a valódi értelmét és célját. Ilyenkor, karácsonykor, de itt a templomban is gondoljunk szeretteinkre, élőkre, elhunytakra, akik itt vannak mellettünk, akikkel együtt éljük a mindennapjainkat, de gondoljunk azokra is, akik ugyan élnek, de nincsenek közvetlen közelünkben, távol vannak tőlünk. Kérjük, hogy az Isten vigyázzon rájuk, és áldja meg az ő is a mi életünket. És talán ezekkel a gondolatokkal itt a templomban, a helyünkön ülve, mondjuk el az Úr imáját is, valóban kérjük a Jóisten áldását, ne csak a karácsony ünnepre, hanem reméljük, hogy egy boldogabb új esztendő köszön majd ránk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ülve fogadják az áldást, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. És hát így végezetül szeretnék köszönetet mondani kedves miniszter úrnak, kedves feleségének, polgármester úrnak, minden kedves jelenlévőnek, hogy ha szolidan is és szerényen is, de azt gondolom, hogy a tévén keresztül Karcag város lakói is be tudnak kapcsolódni ebbe a kis ünnepségbe is, hogy ezen a délután ezt a kis időt ide szánták. Szeretnék mindnyájuknak kegyelmekben gazdag, meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni, és a jó Istentől megáldott boldogabb új esztendőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, jó estét kívánok! Zsolt atya gondolatait és figyelmüket köszönve zárjuk ünnepi műsorunkat. Assisi Szent Ferenc, miután hosszú út ellenére mégsem jutott el a Szentföldre, hazatérve elmondta szerzetes társainak, az út során rájött, minden otthon egy Betlehem, és minden város egy Jeruzsálem. Ma, amikor nem kelhetünk hosszú útra, és ajtóinkat időben zárni kell, vigyük haza Szent Ferenc gondolatát. Legyen a mi otthonunk is Betlehem, és a zárt ajtók mögött maradjon a szívünk kitárva. Áldott ünnepeket kívánunk, és nyugodalmas jó éjszakát!